Üdvözlöm nézőinket, Önök az Aktuális látják. Gyulán is betakarították az ipari kendert. Ez a kezdeményezés egyébként arra szolgál, ennek a növénynek a termesztése, hogy ezt a fajt, ezt a növényt ismételten visszahozzák ugye a természetbe, a termelésbe. 25 város csatlakozott eddig ez a kezdeményezéshez, és ezzel kapcsolatosan most akkor meg is nézünk egy bejátszást. Megkezdődött a gyulai közfoglalkoztatási program keretében termelt ipari felhasználásra szánt kender betakarítása. Az egyre népszerűbb növény igénytelen a talaj minőségére, így 4 hónapon belül le lehet aratni a termést. Gyulán jelenleg 2,7 hektáron folyik a munka. Ennek a területnek a betakarítása zajlik jelen pillanatban. Úgy látjuk és láthatjuk valamennyien, hogy ez az első évünk ez meglehetősen sikeres volt, hiszen azért a kollégák óvatos becslése szerint egy olyan durván 2 tonna vetőmagra számíthatunk, hiszen ebben az évben az volt a fő célunk, hogy a vetőmagot tudjuk tovább termeszteni, illetve hát szaporítani. A bambusz után a leggyorsabban növő ipari növény nem igényel vegyszeres kezelést, így igen gazdaságosan termeszthető. Az egykor Magyarországon is fontos szerepet játszó növény újraélesztését célzó közfoglalkoztatási program tavaly indult el Békés megyében. Idén pedig már 25 önkormányzat kezdett bele a termesztésbe. Elértük a kitűzött célt, mert a tavalyi évhez képest egy nagyon jelentős termés átlag javulást tudunk felmutatni. Itt a szakemberek azt mondják, hogy hektáronként, ez úgy általánosságban mondható megyei szinten, a 600 kilót el fogjuk érni. Tehát magyarul mondva azt, hogy előállítsunk kendermagot abból a célból, hogy legyen vetőmag, ez sikeresnek mondható. A program jövőre tovább folytatódik. A sokoldalú növény felhasználásáról már folynak a tárgyalások az autó, a textil és a gyógyszeripar képviselőivel. Meghívott vendégünk Gajda Róbert, a Békés megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott, üdvözlöm. Jó estét kívánok a kedves tévénézőknek! Ugye ez a mostani mondhatjuk, hogy egy kísérlet, de hát már 70 hektáron termelik ezt a növényt. Hogyha egy kicsit visszamegyünk ilyen történeti áttekintésbe, azért Magyarországon nagyon fontos szerepet töltött be ennek az ipari kendernek a felhasználása. Mi történt, vagy miért maradt annyiba ennek a termesztése? Hát valóban így van, hogyha visszatekintünk a történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy itt az elmúlt évszázadokban az ipari kender termesztése az Magyarország és Kárpát-medencei szinten egy nagyon jelentős volt. Ez világviszonylatban egy nagyon jelentősnek mondható, és ennek egyébként a központja az Csongrád megye, Békés megye területe volt, de Erdélytől kezdve Észak-Magyarországon és a Kárpát-medence sok területén termesztették ezt a növényt. És lényegében, hogyha idősebb emberekkel beszélünk, akkor mindenki el szokta mondani, itt akár Békés megyében is, hogy ő még emlékszik arra, amikor gyerekkorában ezzel a növénnyel foglalkoztak és ezt termesztették, minden településen volt ipari kender, és nagyon sok helyen volt áztató, és nagyon sok helyen volt a rostkinyelése miatt feldolgozás. El tudom mondani, hogy például Mezőhegyesen, Sarkadon, vagy Komáriban is, az igaz, hogy Hajdú-Bihar megye, de nagyon közel van Békés megyéhez. És az a lényegében a 2000-es évek elejéig ez egy virágzó iparág volt, nagyon sok embernek adott munkát. A 2007-ben szűnt meg lényegében ennek a növénynek a termesztése, de jól láthatóan Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban újra kerendőek azok a termékek, amit ki lehet állítani, vagy ki lehet nyerni az ipari kenderből, és mivel hogy a piac újra megnyílt, ezért gondoltuk azt, hogy Békés megyében a hagyományokat is figyelembe véve, illetve a természeti adottságokat, főleg Észak-Békésben azért gyengébb adottságú földek vannak, mindenképpen jó lenne ezzel a növénnyel újra foglalkozni. Ez késztetett minket arra 2 évvel ezelőtt, hogy ebbe a projektbe belefogjunk. Tényleg abszolút igénytelen egyébként ez a növény? Hát most ugye 2 év tapasztalat áll mögöttünk, el tudjuk mondani azt, hogy valóban itt egy olyan növényről van szó, ami viszonylag igénytelennek mondható. Nyilván azért valamilyen szakértelmet igényel ez a dolog, és ezért fontosnak tartjuk azt, hogy képezzük azokat a településeket, a településeken azokat a közfoglalkoztatottakat, akik a termelésben részt vesznek, hiszen annak ellenére, hogy nem sok szaktudást igényel, mégiscsak újra meg kell ezt a kultúrát tanulni. Ezért odafigyeltünk arra, hogy mind a
vetésnél, a talajelőkészítésnél, mind a betakarításnál képezzük azokat a dolgozókat, akik benne vannak, és azt gondoljuk, hogy ennek van eredménye, van látszatja, mert maga a termés átlaga, itt most a vetőmag előállításáról beszélünk, az sokkal jelentősebb, mint a tavalyi évben, tehát jól láthatóan tudtunk ebben is fejlődni. Akár egyébként munkahely teremtés szempontjából is fontos? Így van, nekünk az a célunk, az az elképzelésünk, hogy a közfoglalkoztatásból egy 3-4-5 éves ciklusban gondolkodva szeretnénk ezt a gazdasági tevékenységet kivezetni, és szeretnénk, hogyha ez valóban egy olyan gazdasági tevékenységé tudná kinőni magát, ami megáll a saját lábán, ami jövedelmezőséget teremt azoknak is, akik termelik, azoknak is, akik feldolgozzák, és azoknak is, akik a végén benne vannak abban, hogy a termékeket árusítsák. És azt gondolom, hogy 4-5 év alatt, hogyha valóban ezek az elképzeléseink életszerűek, ennek a dolognak addigra fel kell állnia. Ezért az a törekvésünk, hogy az idei eredményeket, amik mondhatjuk azt, hogy jónak mondhatóak, hiszen azért kezdtük el a kendel termeszteni, hogy egyáltalán legyen vetőmag, hogy nagyobb területeken és a későbbiekben lehessen a növényt termeszteni. Ez egy jó dolog, mert a 70 hektáron ez a 600 kg átlag mag mennyiség, ez előállításra került. De jövőre előre szeretnénk lépni, és mindenképpen a feldolgozás felé fogjuk elvinni a programot. Ezért keresünk azokat a gazdasági szereplőket, akik ebben partnerek tudnak lenni. Itt elsősorban az autóiparra koncentrálunk, a textiliparra, az építőiparra, de az élelmiszeripar is, illetve a gyógyszeripari számításba jöhet. Ez a munka folyik most. És akkor menjünk vissza egy kicsit magukra a területekre. Vannak esetleg ténylegesen olyan rossz minőségű és használatlan földek, területek, vagy nem felhasznált, akár ugye az északbékési régióban, amelyekre hát hány hektárt lehet majd mondjuk úgy betelepíteni ön szerint? Hát mi abból indulunk ki, hogy ugye most a mezőgazdaságban a földalapú támogatás egy nagyon meghatározó és a gazdálkodás szempontjából egy nagyon fontos támogatási forma. Ezért általában mindenki úgy gondolkodik, hogy a búza, kukorica esetlegesen napraforgó. Viszont hogyha ez a földalapú támogatás, ennek a mértéke csökken vagy átalakul, nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de számolni kell arra is, hogy ha esetlegesen ezek a támogatások nem lesznek annyira intenzívek, mint most, akkor azok a földterületek, amik gyengébb minőségűek, amit már itt többször elmondtunk például Észak-Békés tekintetében, akkor nem biztos, hogy ezt a mezőgazdasági kultúrát kell folytatni, hanem akkor meg kell találni azokat a növényeket, amelyeket ilyen körülmények között is esetlegesen gazdaságosan lehet termeszteni. Mi erre teszünk egy kísérletet. Nyilván nem állítjuk azt, hogy mondjuk Dél-Békésben, ahol 40-50 aranykoronás földek vannak, mondjuk feltétlenül kendert kell termeszteni, mert ott biztos, hogy a kukoricát is meg lehet gazdaságosan termelni akkor is, hogyha nem lesz támogatás. De mondjuk egy észak-békési területen, ahol több száz éven keresztül mondjuk foglalkoztak például az ipari kenderrel is. Pontosan azért csinálták, mert ők kitalálták azt, hogy ez a földterület, ez erre alkalmas, és mi ezt a modellt szeretnénk folytatni, és szeretnénk újra átvenni, és valóban munkahelyeket akarunk ezzel létrehozni. Nyilván most jelenleg az ipari kender termesztése nem feltétlenül éri meg, hiszen ez nagyon munkaigényes növény, ugye meg kell kapálni, a betakarítás még nem megfelelően gépesített, tehát nagyon sok élő munkát igényel, de a közfoglalkoztatási program, én azt gondolom, hogy pontosan erre ad nekünk lehetőséget, hogy ezt az élő munkaerőt úgymond az önkormányzatok bevonásával fel tudjuk használni, és értelmes munkát tudunk adni az embereknek. Csak még egyszer mondom, tovább akarunk lépni, hogyha ennek a növénynek a feldolgozása nem történik meg, akkor biztos, hogy ezt a vertikumot, ezt a gazdasági törekvésünket nem fogja siker koronázni. Tehát mondhatjuk azt, hogy gazdaságos mégis ennek a növénynek a termesztése, de nincsen még pontosan kidolgozva az, hogy hogyan lehet akár kevesebb munkaerővel vagy energiabefektetéssel kezelni ezt a növényt, hogy itt vannak még problémák esetleg, amik megoldásra várnak? Igen, ezt hívják innovációnak. Így van, tehát erre is mindenképpen pályázatokat kell beadni, hogy például a növénnyel kapcsolatos képesítés,
mondjuk már erre utaltunk az előbb is, a betakarítást, azt hogyan lehet gazdaságosabban megcsinálni, hogy esetlegesen ne legyen annyi élő munkaerő. Ez persze ellentmond annak, amit az elején mondtam, hogy szeretnénk sok embernek munkát teremteni, de a kettő között valahogy meg kell találni azt a vékony mesdjét, ami alapján új munkahelyek is lesznek, és ez az innováció meg tud történni. És nyilván itt nagyon fontos, hogy a növénynek fel kell használni a magját, ami mondjuk jövőre meg fog történni, hiszen 10 hektáron tudatosan úgy szeretnénk ezt a növényt termeszteni, hogy a magját nem abból a célból szeretnénk termelni, hogy legyen vetőmag, hanem abból a célból, hogy kisajtoljuk belőle az olajat, és annak az értékesítése fog tudni megtörténni. Szeretnénk 100 hektáron olyan célból termeszteni az ipari kendert, hogy a rostja legyen kinyerve belőle. Nagylakkal vagyunk kapcsolatban, Magyarországon jelenleg Csongrád megyében ez az egyetlen egy olyan üzem van, ami a kendernek a szárából a rostját ki tudja nyerni. És nyilván utána tovább kell mennünk, hogy mit csinálunk a rosttal, hogyha ez a rost finom, akkor mehet a textiliparba, ha egy kicsit durvább, akkor mehet az autóiparba, és egy másodlagos felhasználás fog történni, egy másodlagos feldolgozás, amikor az autóba bizonyos alkatrészeket, elemeket gyártanak le ebből. És nyilván, hogyha a hulladékról beszélünk, vagy azokról a részéről a növénynek, ami nem tud felhasználásra kerülni, az pedig mehet az építőiparba. Tehát így kell ezt az egészet elképzelni, és nyilván a közfoglalkoztatásban szeretnénk a jövő évben egy olyat lépni, hogy minél több önkormányzat bevonásával, még nagyobb területen tudatosan az önkormányzatok között elosztani, hogy kinek milyen szerep tud jutni ebbe a dologban, felépíteni, és utána természetesen megszólítva a gazdákat is, még nagyobb területen termesztve a növényt, hiszen itt több ezer hektárról kell majd beszélnünk, abban az esetben, hogyha valami feldolgozó egységet képzelünk rá, felépíteni ezt az egész vertikumot. Gondolom, hogy azzal kapcsolatban is folyamatosan zajlanak a kutatások, hát ez igencsak széles körű, hogy hogyan tudják tovább, vagy kiknek, milyen vállalkozásoknak, vállalatoknak tudják esetlegesen értékesíteni, hát abban az esetben, hogy amíg ez az üzemcsarnok esetlegesen nem valósul meg, mert mint ahogy ön mondta, azért ez is a tervek között szerepel. Igen, hát én azt gondolom, hogyha Magyarországon, mondjuk itt Békés megyében is különböző autókhoz tudunk alkatrészeket gyártani, mondjuk ami a motorhoz kapcsolódik, akkor nyilván tudunk olyan alkatrészeket is gyártani, amihez ipari kendernek a rostja kell, és mondjuk a belső burkolatát a kocsinak, vagy a kalaptartót, vagy azokat az alkatrészeket, amik a szigeteléshez kellenek, nem feltétlenül annyira fontosak ilyen dizájnelemek, akkor ezeket is le tudjuk gyártani. Tehát én biztos vagyok benne, hogy van, hogy tudunk olyan technológiát ide telepíteni, és van olyan munkakultúrája a békésmegyei embereknek, hogy ezt meg tudják csinálni, csak egyelőre fel kell mérni a piacot, hogy milyen autótípusokhoz kell ez, és mekkora ez a piac, mekkora területen kell ahhoz termesztenünk a kendert, hogy ez gazdaságos legyen. Ennek a felmérése történik most. Nyilván egy piaci elemzést kell végezni, egy gazdasági tervet kell készíteni. Ez folyik most, és hogyha ez megtörténik, akkor szeretnénk egy nagyobb támogatást kérni az államtól, mert biztos, hogy állami támogatás nélkül ez nem fog tudni elindulni. Tehát ez nem Európai Uniós pályázati segítség, hogyha jól értem, hanem állami lesz akkor. Gondolom, hogy nincsen ilyenfajta Európai Uniós pályázat, vagy erre külön? Hát lehetnek olyan részei, ami esetlegesen Európai Uniós pályázati rendszerbe is elképzelhető, de alapvetően a szakembereink azt mondják, hogy inkább itt meg kell próbálni állami támogatást kérni, de nyilvánvaló, hogy ez csak megalapozottan, abban az esetben tudjuk megtenni, hogyha megvannak azok a partnerek, akik azt mondják, hogy egyébként önrészt is tesznek hozzá, valaki vállalja azt a piaci kockázatot, hogy mi van abban az esetben, ha esetlegesen ez nem sikerül. Nyilvánvaló, hogy azt nem lehet elvárni, hogy a magyar állam csak úgy egy kidolgozatlan elképzelésre adjon forrást, ezt mi se tudnánk így bevállalni. Nyilván azon dolgozunk, hogy megnézzük ennek a megalapozottságát, és hogyha ez megvan, akkor viszont szeretnénk kérni ezt a segítséget, mert azt gondoljuk, hogy Békés megyében azoknak az embereknek, akik most jelenleg a közfoglalkoztatásban vannak, ez lehetne egy kitörési pont, és tényleg, amiről itt évtizedek óta beszélünk,
hogy a mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar egy kicsit fel tudna lendülni. A rendszerváltás után jól láthatóan ez teljesen leépült. Nekünk itt Békés megyében biztos, hogy ebbe kell gondolkodnunk részben, ebben is gondolkodnunk kell ahhoz, hogy itt valamiféle olyan fejlődést tudjon a mezőgazdaságban megmutatkozni, ami hosszú távú lehet és jövedelmezőséget biztosíthat az itt élő embereknek. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. További kellemes estét és jó tévézést kívánok!